hogy! Hogyan lesz valaki egy női ürőlaplabda csapat edzője és szervezője? Úgy, hogy a sporttal dolgozik már több mint 10 éve. Az ország egyetlen sportnapilapjánál a mozgássérültek sportjának a felelőseként, és kint járt Pekingbe 2008-ban a paralimpián, ahol találkozott ezzel a sportággal, és rákérdezett, hogy miért nincsen Magyarországon csapat. Ez egy nagyon hagyományos para sportág, igazából az egyik legelső sportág volt, amelyik így a mozgássérültek körében nemzetközileg is meghonosodott. Az ülő röplabda egy az egybe egyezik az álló röplabdának a szabályaival. Annyi a különbség, hogy ülve játsszuk, ami természetesebb, kifolyólag a háló magassága pedig 115 cm magasan van, és kisebb természetesen a pálya, 6 méterszer 5 méter az egyik fél. A lányok azok most voltak kint például Angliába, és nemzetközi szinten játszanak. Ő előttük rettentő nagy lehetőségek vannak. Ugye 2 éve volt a baleset, után volt egy rehabilitáció, egy 1,5 éves, és utána kezdtem el gondolkodni, és hál' Istennek pont jókorán kerültem be. Én amikor elkezdtem a sportolást, én röplabdával kezdtem. Ez a 90-es években volt, és csak férfiak voltak. Tehát esélyem nem volt, és azért ott hagytam a röplabdát, minden sportágat kipróbáltam, és jött az Évi, és ő invitált le a röplabdára, tehát nagyon pont beletrafált, hogy én szeretem a röplabdát. Idén márciusban találkoztam először a csapattal, úgyhogy én nemrég kezdtem. Edzés elején általában ilyen erőnléti fejlesztéseket csinálunk, illetve ilyen gyorsaságilag próbáljuk magunkat egy kicsit felpörgetni. Ez hasonlít ahhoz, amit a testnevelés során szoktak csinálni a gyerekek, ez a vonaltól vonalig ilyen sorverseny, csak mi ugye csúszkálunk a földön. Utána pedig páronként labdázunk egy darabig, a különböző érintéseket, illetve ütéseket gyakorolunk, és akkor az edzésnek a második felében szoktunk felvenni játszani. Idén július elején voltunk Angliában. Ez volt az első ilyen nagy nemzetközi megmérettetésünk, ahol az angol és a kínai csapattal játszottunk. Úgyhogy nagyon izgalmas volt, és nagyon nagy élmény, hogy gyakorlatilag alig egy évvel a kezdés után már nemzetközi szinten is megmérettethettük magunkat. Nagyon jó a közösség, segítünk egymásnak, tehát hogyha valakinek valami baja van, akkor nyugodtan szólhatunk egymásnak, és egy plusz az életedbe. Minden sérültnek szerintem nagyon fontos a sport, úgyhogy mindenki vágjon bele, hogyha úgy érzi, hogy rá alkalmas. Ne gondolkozzon tovább, jöjjön minél hamarabb, egy remek csapat, egy nagyon izgalmas sport, úgyhogy sokkal jobb, mint otthon ülni a karosszékben.